Jó estét kívánok! Önök a Dunafedvár TV május 2-ai adását látják. A ma esti Fedvár mozaikban a következő témákkal foglalkozunk. A múlt heti testületi ülésről kérdeztük a polgármester urat. Igen, 2022 zárszámadása volt a legfontosabb napirendi pontunk, illetve a 2023-as költségvetésünknek az egyes számú módosítása. Ez a 2022-es év azért volt nagyon fontos, mert végre minden elköltött pénzünk, amiről annak idején döntöttünk, ez a helyére került. Számtalan tanulmányi versenyen remekeltek a helyi gimnazisták. Akkor a Sziporka matematika versenyen vettek részt többen, a 8A, 9A osztályból, illetve a 10A osztályból Kövesdi Csenge országos harmadik helyezést ért el, László Sándorné a felkészítő tanár. Akkor a Mozaik tanulmányi versenyen biológiából Kőszegi Kövér Anna első helyezést ért el, Horváth Balázs tanár úr a felkészítő tanára. A megújult duális képzést mutatták be Dunafedváron a szakképzési konferencián. A megyében, a járműiparban, ami az autószerelő, a karosszérrelakat, illetve az autófényező szakmákat foglalja magába, aki mondjuk ilyen szakmai képesítést szeretne szerezni, illetve tudásra szeretne szertenni, akkor ezen non-profit Kft. Égisze alatt tudja ezt megtenni. Új helyszínen rendezték meg a majálist. Ez a rendezvény még nem volt ezen a helyszínen, ahol most is itt állunk, a Sárga Pincés Gödörben. Én úgy gondolom, hogy jó vizsgázott a helyszín. Azt, amit szerettünk volna, azt sikerült elhelyeznünk. Ugye ott itt csakoztunk a helyjel, hogy el fog-e férni focipálya, röplabdapálya, különböző más egyéb attrakciók. Helyi alkotók közreműködésével valósult meg a Fekete Kötény projekt kiállítása. Szólítottuk meg ennek keretében a helyi intézményeket, az általános iskolát, a gimnáziumot és a Levendula Művészeti Iskolát, hogy ők is alkossanak egy téma mentén, és ez a téma pedig adta magát az idei évben, hiszen a Kultúra Napján mutattuk be Berzen a Gyilona lábuknyomát, elmosta a könyvét. Gazdag programokra készülnek idén is a Vízisportkör Egyesület tagjai. Május első hétvégén lesz egy nagy társadalmi munka, ami ilyen hajó áthelyezések vagy pontonok áthelyezése, akkor itt a Dunapartnak a rendbetétele, akkor azok a vizitúrák, amiket tavaly is voltak, tehát az Ardunára, a Földdunára, hát és a legnagyobb program ugye az augusztus 20-a, az egy kiemelt, arra nagyon készülünk. Tekintsék meg polgármesteri tájékoztatónkat! Polgármester úrral beszélgetünk, hétindító találkozónkat ejtjük meg. Múlt héten testületi ülés volt, amin több téma is szóba került, mint a 2022-es év lezárása, valamint a 2023-as év módosításai. Kezdjük is ezzel, milyen módosítások voltak ezek? Üdvözlöm a kedves nézőket, illetve a szerkesztőasszony szerkesztőséget. Igen, 2022 zárszámadása volt a legfontosabb napirendi pontunk, illetve a 2023-as költségvetésünknek az egyes számú módosítása. Ez a 2022-es év azért volt nagyon fontos, mert végre minden elköltött pénzünk, amiről annak idején döntöttünk, ez a helyére került. Minden főkönyvi kivonathoz hozzá rendeltük a költéseinket, és azt néztük meg, hogy az akkori előirányzatok és a teljesítések azok hogyan viszonyulnak egymáshoz. Itt ugye két részt kell mindig összehasonlítani, a bevételi oldalunkat és a kiadási oldalainkat is. Ugye az nagyon ildomos volt és nagyon jó volt, hogy a bevételi oldalunk azok teljesültek azoknak a tervszámok nagyjából, amelyeket 2022-vel elindultunk. Egy biztosan látszik a tendencia, az, amit úgy hívunk, hogy nekünk az egyik nagy lábunk, ez az iparüzési adóbevételeink, és ott látszik egy tendencia, ami a Covid-járvány idején elindult, ez a visszaesés, tehát a termelő vállalataink és a szolgáltatásokat nyújtóknál meglátszik, hogy kevesebbek, nagyobbak a ráfordítások, kevesebb a nyereség rész,
és így ugye az iparűzési adó befizetési kötelezettségük is csökken. Ezt a tendenciát látjuk, ebből arra vonatkoztattunk, és nagyon jó volt, ezért függ össze a 2023-mal, mert 2023-ban már kevesebb iparűzési adóbevételt terveztünk, és ennek megfelelően ugye a kiadási részletünket is máshogyan állítottuk össze. És csak attól félünk, hogy nagyon reménykedünk benne, hogy a további csökkenés, tehát ez a 100-100 millió forintos iparűzési adóbevételű csökkenésünk, ez az idei évvel megáll és stabilizálódni fognak ezek a dolgok. És az azt jelenti, hogy maga az egész változás az egy stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodáshoz fog vezetni. Hagytunk laufot a költségvetés tervezésekor, ugye amikor ezt elmondtam, hogy elfogadtuk a 2023-ast, ott voltak is olyan céltartalékokat jelöltünk meg, amelyek arra vannak, hogyha bármilyen gazdasági olyan esemény történne, amit ki kell pótolnunk, vagy át kell alakítani, akkor ezek meglegyenek. Tehát most ezt látjuk. Látjuk azt is, hogy melyek azok a pénzeink, amiket 2022-ben nem költöttünk át. Ezeket átvezettük most ezzel az egyes számú módosításba, általános tartalék terhére, illetve céltartaléknak a terhére. Ez fogja azokat a különleges vagy újonnan megszavazott kiadásainkat majd fedezni, amelyeket évközben a tisztelt képviselőtestület majd döntéseivel véghez akar vinni, vagy meg akar csinálni, vagy be akarunk fejezni. Most egyetlen egy példát mondok erre, hogyha megjön, mondjuk megnyertük ezt a kikötő, horgászkikötő pályázatot, teljes mértékben ugye nem nyertük meg a 100%-os összeget, biztos, hogy majd hozzá kell nyúlni, és majd ki kell pótolnunk ezeket a dolgokat, akkor van egy olyan kis puffer tartályunk, amiből 20-30 vagy 40 millió forintokat hozzá tudunk tenni ahhoz, hogy úgy valósuljon meg egy pályázat, amelyet mi elgondoltunk, úgyhogy erről szólt ez a két dolog. És egy nagyon fontos, ebből levezetve két döntésünk született, ez mind a kettő útcéljára történő kisajátítás. Az egyik az ugye az elmúlt időszakban mondtam, hogy a Tolna 109 település, és ekkor kiírtak pályázatokat, és itt mi nyertünk egy tervezési pályázatot, amely a Szőlőskertek, Kadarka, Pentelei utca teljes vízelvezetési rendszerének a megtervezését jelenti. És ahhoz, hogy a vizeket, a felszínen összegyűlő vizeket le tudjuk vezetni a természetes fogadóba, ezért ki kell alakítanunk egy olyan vápás utat, amely összekötni nem a Szőlőskerteket, hanem a Kadarkát a Pentelei utcával, és ott kell kisajátítanunk területeket ahhoz, hogy ez a vápás út elvezető ez meg tudjon épülni, és oda vezetett vagy megtervezett csapadéknak az útját ki tudjuk jelölni, ez nagyon fontos. Erre kell pénzt félretennünk, illetve a laktanya mögött, ugye a laktanyai beruházás, vagy ipari park, ugye azt úgy hívjuk barnamezős terület, mögötte ugye vannak önkormányzati és magánterületek, ahol a keverőüzem is működik, ez egy zöldmezős terület, és annak a feltárásához is úgy szintén területeket sajátítottunk ki, ahhoz, hogy ott egy feltáró utat tudjunk kiépíteni. Ezek mind-mind nagyon fontos, az egyik ugye a lakosság védelme szempontjából, ugye a csapadékvizek, a másik pedig annak érdekében, hogy ipari létesítmények esetleg megjelenjenek, akár kis vagy közepes vállalkozások ott azon a feltáratlan területen, ahhoz mindenféleképpen infrastruktúrával kell fejlesztenünk ebben a dologban, és ez most az első lépés, hogy egy utat fogunk oda, vagy az útnak a helyét ki tudjuk sajátítani, és be tudjuk jegyezni ezt, mint közút ebben a dologban, és ezzel azok a lehetőségek is megnyílnak vállalkozásoknak, amelyek eddig esetleg nem gondolkodtak, hogy ezekre a területekre oda tudjon jönni. Nagyon fontos komplexen gondolkodni Dunaföldvárnak a részegységeiben, fejlesztéseiben. Ez nem csak ipar, hanem humán erőforrásban vagy turisztikában is értendőek ezek a dolgok, és mindegyiknek egymásra épülni kell, ezért kell az önkormányzatnak ilyenekbe is belelépni, hogy él azzal a jogával, hogy kisajátít, illetve meg nem is az, hogy kisajátít, hanem pénzeszközöket biztosít a tulajdonosoknak ahhoz, hogy egyességet tudjunk kötni. Nem szeretem ezt a szót használni, hogy kisajátítás, mert ez olyan,
olyan, mintha fölülről a hatalom szavával szeretnénk megtenni. Én azt gondolom, hogy ez arra nekem lehetőséget nyújt, hogy én a tulajdonosokkal akkor le tudjak ülni, és egy normál face-to-face keretek között meg tudjunk egyezni. Most hétvégén volt a Majál is, ami új helyszínen debutált. Mik a visszajelzések, hogyan teljesített a sárgapincés gödör? Hát én azt gondolom, hogy első próbálkozásra nagyon jó volt. Én ott voltunk kint, és azt láttam, hogy a gyerekeket is simán szabadjára lehetett engedni, mert ez egy zárt terület, ugye fölülről biztosították a polgárőrök, és ez a zártság, ez jelenti ugye a nagyobb szabadságot is ebben a tekintetben. Én úgy gondolom, hogy most először a rendezők azzal szembesülhettek, hogy hogyan is lehet elsakkozni, és ezt a rengeteg programot, tehát a sport, a fellépők, ugye ott egy adott helyen van ugye a színpad, ugye azt muszáj volt, és azok a szórakoztató elemek, amelyek ott megjelentek, ugrálóvár, körhinta, meg ezek a dolgok, ugye, hogy hogyan lehetett őket összehozni. Azt is látjuk, hogy tanultuk most az energiaellátás tekintetében, hogy hogyan kellett megoldani, vagy mit kell majd átszervezni ebbe a dologba. A másik oldalon pedig az infrastruktúrális kiszolgálásnál, ugye az illemhelyek, hogy hogyan tudnak egymásra épülni. Volt egy-két technikai megbotlásunk, de a mezőföldi segítségével ezeket megoldottuk. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó, tehát a fröccs terasz az, amit a borosgazdák ott üzemeltettek, az jól működött, szerették. Gyerekeknek, aki el akarta foglalni magát, én azt gondolom, a gyerekek el tudták ott foglalni magukat. Én azt gondolom, hogy a délutáni programok azok pedig mindenki tudott magának ott választani, illetve én azt gondolom, hogy nagyon jó volt a promója, mert a rádióba, illetve a hírekbe ott volt, hogy Dunaföldvár megjelent, mint hírek, Spenót Fesztivál, és látom, hogy egyre több május elsőjei rendezvényt hozzá kötnek valamilyen gasztronómiához, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a Spenót Fesztivál, vagy a spenótos ételek, ezek nagyon jó lettek találva, és ezt tovább kell vinni, és erre gasztronómiailag kell alapozni. Nagyon sokan jöttek vidékről, akik ezt keresték, úgyhogy hajrá, és ezt tovább kell majd a Vöröskereszttel vinnünk. A Magyar László Gimnázium megbízott igazgatója értékelte az elmúlt tanévet. Május tír a naptár, a Magyar László Gimnázium javában készül a ballagásra, az egyik legszebb gimnáziumi ünnepségre. Nincs még vége a tanévnek, de jelképesen ez nagy vízválasztó, úgyhogy megragadjuk az alkalmat, hogy Puskás Zsolt megbízott igazgató úrtól egy rövid év összefoglalót évértékelőt kérünk az idei tanévről, ami ugye elmúlt év szeptemberében kezdődött. Hát egyszerűen foglalod össze a legfontosabb eseményeket, nyilván kiemelten kell, itt gondolunk az évfordulóra, hiszen tavaly ünnepeltek innen 70 éves fennállását. Igen, hát igazából ez a végzősöknek egy vízválasztó, mert ugye ők utána az érettségi vizsgán fognak részt venni. Hát nagyon mozgalmas volt ez az év, igen, idén, illetve ebben a tanévben lett 70 éves a gimnázium. Ezt ugye november elején a Magyar László héttel ünnepeltük, külön a Magyar László nappal, különböző előadások voltak, sportversenyek. Akkor előtte megtartottuk a szalagavató ünnepséget a nagyobbik csarnokba, most már második alkalommal. És hát igazából mindenféle rendezvényt meg tudtunk tartani, a pályorientációs napot, a fogadóórákat, szülői értekezleteket, a pénzügyi témahetet. Egy maradt el a jótékonysági bál az energiaválság miatt. Ez külön tankerület utasítás volt az iskolák felé, hogy hétvégén nem lehet nyitva az intézmény, illetve nem lehet normális sütést alkalmazni, emiatt erről le kellett mondanunk. Akkor farsangi bál is volt, diáknap, az is sportversenyekkel, és hát gyakorlatilag most itt vagyunk a finishbe az érettségi előtt. Tehát lényeg, hogy a COVID-mentes volt ez a tanév, amit terveztetek, szinte mindegyik programot meg tudtátok valósítani. Igen, szerencsére a világjárvány az már nem játszott szerepet. Hát most, ami szerepet játszott, ez az energiaválság. Ugye vissza kellett venni a fűtést a folyosókon, és hétvégén gyakorlatilag olyan 10-14 fok lehetett csak az épületbe. Hát tudjuk azt, hogy a tanév tanulmányi versenyek jegyében zajlik. Hát akkor néhány gondolat elég foglald össze a versenyeredményeket, kik indultak, mennyien, milyen jellegű versenyeken. Igen, hát a Covid alatt a versenyző kedv, meg maguk a versenyek is megcsappantak nyilvánvalóan, és ezt újra
vissza kell tornásznunk. Szerencsére az idén azért több versenyen tudtunk indulni, több helyezést is elértek a diákjaink. Például a kisbiológusok találkozóján a Dunai Városi Széchenyi István Gimnáziumban a Kőszegi Kövér Anna külön díjat nyert, Horváth Balázs tanár úr a felkészítője. Akkor a Sziporka matematika versenyen vettek részt többen, a 8. A, 9. A osztályból, illetve a 10. A osztályból Kövesdi Csenge országos harmadik helyezést ért el, László Sándor Néa a felkészítő tanár. Akkor a Mozaik tanulmányi versenyen biológiából Kőszegi Kövér Anna első helyezést ért el, Horváth Balázs tanár úr a felkészítő tanára. Akkor tegnap jött a hír, hogy a Hungarikum országos vetélkedőn a 9. as lányaink megint első helyezettet értek el. Itt Compó Hanna, Kőszegi Kövér Anna és Iház Bernadett voltak a résztvevők. Fafkán és Simon Ildikó készítette fel őket. Akkor idén, idei tanévtől szerencsére beindult a röplabda intézményünkbe. Rostási tanár úr segítségével, illetve jár egy dunajvárosi röplabda edző, aki felkészíti a lányokat, és általános iskolások is járnak erre a röplabda edzésre. És a 9. as lányaink több kategóriában is első, második, negyedik helyet értek el, indultak a diákolimpián is. És a 11. A osztályos Szabó Márton tanulónk részt vett a bónuszintra országos történelem versenyen, ő harmadik helyezettet ért el, őt én készítettem fel. Köszönjük szépen! A ballagás után rögtön az érettségig következnek. Akkor foglald össze az idei érettségi kereteit. Hányan érettségiznek, kik mennyien körülbelül MS-szinten, középszinten, illetve egy-két gondolat erejéig a továbbtanulás lehetőségei is körülbelül mennyien jelentkeznek felsőoktatási intézménybe? Igen, hát a két végzős osztályunkban összesen 44 tanuló van, ők tesznek rendes érettségit a kötelező tantárgyakból. Nyilván egy csomóan már rendelkeznek közöttük előrehozott érettségével, pontosan 27-en, tehát mint a felük. És nagyon sok előrehozott érettség lesz az idén is, a 11. osztályból majdnem mindenki tesz előrehozott érettségit. Ők 26-an vannak, és akkor egy fő tesz még énekzenéből előrehozott érettségit, ő a 10. B osztályból. És emelt szintű érettségivel is már nagyon sokan rendelkeznek a végzősök közül, közép és emelt szintű, vagy felsőfokú nyelvvizsgákkal is. Hát változó a továbbtanulás, a többségük mindenféleképpen felsőoktatásba megy, akár a felsőfokú szakképzésbe, de főiskolákra, egyetemekre, tehát alapképzésre, vagy mesterképzésre. Pécs, Dunajváros, Budapest, Veszprém, Kecskemét, ilyen felsőoktatási intézményeket céloznak meg. Bevezetőmben azzal indítottam, hogy napokon belül itt a ballagás. Hát a rendkedvezőjével említsük meg, hogy idén hol lesz a ballagás, a vendégeket hol várjátok, mert tudjuk azt, hogy gimnázium udvarában átalakítási munkálatok zajlanak. Igen, tavaly volt először a Dunaföldvári vár udvarán a ballagás, és úgy gondoljuk, hogy nagyon jól sikerült, nagyon szép ez a helyszín. És hát részben emiatt a munkálatok miatt, másrészt pedig a tavalyi siker miatt idén szintén a várudvárban lesz a gimnáziumnak a ballagása. Dunaföldváron tartotta meg kihelyezett szakmai gyűlését a Tolna megyei szakképzési centrum. Dr. Süveges Árpáddal beszélgetünk, helyszín a Szél Rózsa birtok. Mögöttünk a lévő épületben egy konferencia zajlik. Mesélj kérlek, hogy mi a mai program. A mai program a Gradum Nonprofit Kft.-nek, mint járműipari ágazati képzőközpontnak a digitális tananyagjai, illetve az oktatási területen, duális képzés területén nyújtott szolgáltatásainak az ismertetése. A Gradum Nonprofit Kft. Tolna megyében, de mondhatom az országban is szinte elsőként, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum és két magánvállalkozás, két vállalkozásunk, az Ipsumtech Kft., illetve a Permito Kft. Közös alapítású cége, és arra szerződött, arra került a megalapítás, hogy a megyében a járműiparban, ami az autószerelő, a karosszérialakatos, illetve az autófényező szakmákat foglalja magába, aki mondjuk ilyen szakmai képesítést szeretne szerezni, illetve tudásra szeretne szert tenni, akkor ezen Nonprofit Kft. Égisze alatt tudja ezt megtenni. Kik vesznek részt a mai konferencián? A Tolna megyei szakképzési centrum, Fejér megyei szakképzési centrum, illetve a kereskedelmi és iparkamara, illetve hát remélhetőleg a sajtó és média számos képviselője. Mit vársz a mai rendezvénytől? Hát gyakorlatilag
Azt szeretném a mai rendezvényen egy kicsit nyomatékosítani, hogy eddig a szorványosan és itt-ott fellelhető részinformációk egy csokorba legyenek szedve, és egy kicsit részletesebb és nagyobb időtávot átölelő bemutatkozást tudjunk realizálni, és mind a szakképzési centrumnak a munkatársai, mind a kamarának a munkatársai, illetve sajton keresztül ugye a szélesebb publikum olyan információkat is megkaphasson velünk kapcsolatban, illetve az ágazati képzőközponttal kapcsolatban, ami gyakorlatilag azt gondolom, hogy hasznos lehet a jövőben szakmát tanulni kívánok számára. Hogyan néz ki nálatok pontosan ez a képzés? Hát ugye a duális képzés az intézményesítetten úgy 2020-21-től indult el országosan, aminek a lényege tulajdonképpen az, hogy az általános iskola befejezését követően, ugye akik szakmát szeretnének szerezni, egy évet a szakképző centrumokban töltenek, ott egy ágazati általános alapismereti vizsgát tesznek, és utána két évre kikerülnek a vállalkozásoknak a jogi égisze alá. És ezen két éves időtartam alatt, ugye a napi 8 órás munkaidőt is figyelembe véve, sokkal intenzívebb és sokkal nagyobb volumenű gyakorlati képzést tudnak kapni, és azt gondolom, hogy ennek köszönhetően a szakmát szerzők közül igen nagy számban lesznek már olyanok, akik a szakma megszerzését követően már konkrét munkákat tudnak végezni az adott szakterületen. Te hogyan csöppentél bele ebbe a világba? Hogyan lettél tananyaggyártó? Hát ugye 2017-18 körül kezdtünk mi ezzel foglalkozni, és én akkor éreztem azt a munkavállalókon, hogy volt egy nagyon erős nyugati elszívó hatás. Láttam azt, hogy a külsős képzési lehetőségek nem tudják nyomon követni a járműiparban, hát uralkodó high-tech technológia rohamos fejlődését. Nyomtatott tananyaggal nem nagyon tudtak szolgálni, ilyen-olyan szorványos oktatások azért nem fették le a teljes tudásanyagot, és én elkezdtem rendszer szintűen digitális tananyag kidolgozását, elsősorban először a járműipar tekintve, és azt vettem észre, hogy mind a saját munkavállalóimon, mind a ugye tanulóként hozzánk kerülő diákokon ez a képzési rendszer nagyon sokat segített, mind az alap információk átadása, mind a továbbképzés tekintetében. És én nagyon hasznosnak éreztem ezt a dolgot, és amikor láttam, hogy gyakorlatilag a duális képzés megyei képviselője, a Tolna megyei szakképzési centrum partnerséget lát ebben a dologban, és azt mondja, hogy tényleg ezt lehet gyakorlatilag fejlettebb, magasabb szinten, szervezettebben is végezni, akkor egyrészt nyitottunk a szakképzési centrum felé, és intézményesítettük ezt a lehetőséget, illetve más szakmák tekintetében is kidolgoztuk a digitális tananyagokat a meglévő oktatási programunkhoz ugye illeszthetően. Említettél már pár szakmát, mik tartoznak még bele ebbe a digitális tananyagba? Hát 43 szakmával rendelkezünk, ami azt jelenti, hogy ebből olyan 10 körüli a járműipari szakmák, és hát azon felül a köműves burkoló, a gumiabroncsgyártó, a gumipari technikus, a mezőgazdaság vonatkozásában gazdászok, kertész, a pincér. Tehát én azt gondolom, hogy szinte az élet minden területén, a vasipari szakmákat illetően CNC forgácsoló, CNC programozó, technikus, lakatos, illetve hegesztő. Tehát nagyon sokrétű szakma lefedettségünk van. És ezt hála Istennek azért a vállalkozások igen nagy számban veszik igénybe, aminek köszönhetően ez a mai konferencia is ugye létrejött. Azt tudjuk, hogy te készítetted a járműipari részt, kik készítették a többit? Hát egyetemek, középiskolák, az adott szakterületen élenjáró szakemberek, mesterek, mérnökök, akikkel ugye együttműködési megállapodást tudtam kötni arra, hogy ezek a tananyagok elkészüljenek.
Hát most nem kívánnám őket név szerint felsorolni, mert azért elég sokan vannak, de részben középiskolák, részben felsőoktatási intézmények. Ti ezt a rendszert már használjátok? Mi a helyzet? Van-e még bárki, aki Dunafeder viszonylatba ebben már belépett, vagy be fog lépni? Igen, vannak sokan, megyében is és Dunaföldváron is, mind fémipar, mind pincér, mind a vállalkozásoknak ilyen számvitel-ügyviteli képzését szolgáló, ugye vállalkozás-ügyviteli ügyintéző, vagy kereskedelmi értékesítő szakterületen. Kiszolgáljuk a dunaföldvári és a megyei vállalkozásokat. Mi magunk a 2021-től végezzük ezt, és a vállalkozásainknál immáron a második szakmai képzés megy, ugyanis ezen duális képzés keretein belül az államilag finanszírozott lehetőség kettő szakmáról rendelkezik. Tehát úgymond kettő szakma tanulható ingyenesen a vállalkozások részéről, illetve hát egy ilyen jelentős támogatás mellett szociális hozzájárulási adó támogatással. Miben bíztak a vállalkozások számára? Ők fogják küldeni, vagy esetleg pont a diákok fognak megkeresni benneteket, hogy ezt a fajta tanulási módot válasszák? Ez vegyes, tehát van, amikor ugye szájról szájra mennek ezek az információk, és úgy keresnek meg bennünket, van, hogy az iskola irányítja hozzánk a náluk érdeklődőket. Ezt nem tudnám így rendszerbe foglalni, hogy most melyik a hozzánk érkező érdeklődés honnan jött, de tény és való, hogy immáron, hogy egy jelentős múltal rendelkezünk ezzel kapcsolatban, és több vállalkozás is ugye kedvező tapasztalatokkal bír a rendszerünk alkalmazását, használatát illetően, ez egyre nagyobb volument érint a vállalkozások körébe, akik megkeresnek bennünket. A főszervezőt kérdeztük az idei majálisról. Lezajlott az idei majális, ami az időjárást illeti, azt hiszem nem panaszkodhatunk. Pataki Dezsővel, a művelődési ház igazgatójával beszélgetünk. Kérjünk egy rövid összefoglalót, érdekeld a napeseményeit. Kezdjük talán azzal, hogy az új helyszínt hogy fogadta a közönség. Én nagyon sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Igen, hát új helyszínen voltunk, legalábbis a majálisnak új helyszín, hiszen ez a rendezvény még nem volt ezen a helyszínen, ahol most is itt állunk, a Sárga Pincés Gödörben. Én úgy gondolom, hogy jól vizsgázott a helyszín. Azt, amit szerettünk volna, azt sikerült elhelyeznünk, ugye ott itt csakoztunk a helyjel, hogy el fog-e férni focipálya, röplabdapálya, különböző más egyéb attrakciók, de végül is aztán úgy tűnt, hogy minden elfér, sőt még egy kis változás is történt, hiszen eredetileg vidámparkot nem is ide leterveztük, hanem föl a Gödör partjára, csak aztán közben kiderült, hogy azért a pincéknek ez veszélyt jelentene, tehát attól féltünk, hogy esetleg valamelyik pincettől sérül, így aztán a vidámpark is lekerült ide a Gödörbe, de ezzel együtt is minden elfért, minden, amit szerettünk volna, azt be tudtunk rakni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mint helyszín jól vizsgázott, a Sárga Pincés Gödör Egyesület példásorrendbe tartja ezt a helyet, tehát tényleg nagyon, nagyon szép, nagyon kulturált, úgyhogy ezúton is köszönöm szépen nekik egyébként a sok segítségét is, amit nyújtottak nekünk itt a berendezésnél, az előkészületeknél, illetve hogy ilyen szépen rendben tartják és gondozzák ezt a területet. Hogy aztán a közönség mennyire fogadta jól, illetve hogy a nézőszámon látszott-e, hogy talán ez most, vagy mit tudom én, egy páran nem akartak így eljönni, ezt most én így nehezen tudom felmérni, hogy most hogy az a mennyiségű ember, aki itt volt, az ennél több lett volna-e, hogyha mondjuk a Dunaparton van. Nem csináltunk ilyen szondázást, hogy most kérdezzük a közönséget, hogy honnan jött, honnan nem jött. Tehát igazából ezt nem tudom megmondani. Minden esetre, aki itt volt, az szerintem jól érezte magát, és mondom, a helyszín meg nagyon, nagyon rendben volt. És hát ugye igyekeztünk a lehetőségekhez mérten minél színesebb és változatosabb programokat összeállítani. Ugye akkor, amikor a majális programjának a tervezését elkezdtük, akkor még nagyon-nagyon bizonytalan volt a város költségvetése, és ilyen formán a nagy rendezvényekre fordítható erőforrások is, így aztán nagyon óvatosan terveztünk. Így most tulajdonképpen olyan nagy koncert, vagy olyan nagyon, nagyon népszerű nagy koncert nem volt, de azért természetesen így is akadt meghívott vendég.
Nagyon sok helyi produkciót válogattunk be most a programba, ugye az Ördögszékértánc Egyesület, a Levendula Műszeti Iskola két csoportjával is, a néptáncosokkal és a társastáncosokkal is képviseltette magát. Aztán ugye itt voltak a műzikelesek, itt volt a Le Fan Major egy csoport, úgyhogy mindenki, aki hadrafogható volt, az a délutáni műsorsába föllépett. És aztán két olyan programot választottunk, amire azt gondoltuk, hogy talán széles néprétegeknek okozhat örömet. Volt egy mulatos rész, a Mulatos Menyecskék és Gáspár Laci műsora, végül is így állt össze a színpadi program, de ezen kívül rengeteg minden más megtalálható volt itt a Gödörben, az idei majálison. Ugye alapvetően, mint ahogy ezt már néhány éve megszokhatta a közönség, a sportra van felfűzve legalábbis a délelőtti program, tehát sportos sportmajális. Ugye ezek közé tartozott például egy kis futás, amikor is a lőtérig lehetett elfutni és vissza szervezetten, illetve volt egy bringatúra a Kéri kereszthez, illetve lehetett focizni, volt kispályás foci, volt röplabdapálya, volt tollaslabdapálya, úgyhogy nagyon-nagyon sok mindent ki lehetett próbálni, és azért, hogy buzdítsuk a közönséget, a tavaly azt találtuk ki, és azt idén is alkalmaztuk, hogy aki három ilyen aktivitásban részt vesz, egy ilyen kis pecsételős igazolványt csináltunk, tehát aki három ilyen pecsétet összeszedett, ők aztán sorsoláson vettek részt a délután folyamán, és tehát értékes nyereményeket nyerhettek. Egyrészt amiket a civil szervezetek ajánlottak föl, másrészt amiket helyi vállalkozók, éttermesek, úgyhogy ez is így nagyon jól alakult. És akkor még nem mondtam, hogy volt egy szkanderesünk is, Sárosdról, egy hölgy, egy szkander Európa bajnok az édesapjával is, ez is elég népszerű volt. Eleinte nem nagyon mertek jelentkezni a bátor vállalkozók, de aztán egyre többen és többen próbálkoztak legyőzni, hogy úgy mondjam, a fiatal hölgyet, és nem is nagyon sikerült ez, de ettől függetlenül is egy jó kis program volt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy mindenki talált magának valót. Volt egy népi játszóparkunk, a Tulipántos játszópark, ami egy jó pofa kis ilyen kézzel hajtott körhinta, meg sok más egyéb játék tartozott hozzá, de ugye itt volt a klasszikus Vidámpark, ahol körhintázni, kis körhintázni, céllövöldézni és hasonlókat lehetett. Az íjászok, a Valumi Íjász Egyesület, nekik is nagy köszönet jár érte, hogy a napjukat erre ráadozták, náluk is nagyon sokan voltak. És akkor még ezeken kívül, amit elsoroltam, a sok minden más mellett még egy újdonság is volt, ez a zorblabda, aki itt volt, látta, egy óriási labda, amiben bele lehet mászni, és akkor így hajtani, előre gurulni, egy nagyon, nagyon szerették a gyerekek, gyakorlatilag 10-től este 6-ig megállás nélkül forgott a gömb, tehát ez is egy nagyon jó pofa dolog volt, úgyhogy én gondolom, hogy majd a többi rend. Elég nagy helyigénye van, de azért itt például elfért, úgyhogy ezt tudjuk alkalmazni máskor is. És akkor szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik segítettek ennek a rendezvénynek a megrendezésében. A Burgundia Pincesor, a Dunaföldváros Önkormányzata, a Dunaföldvári Kajakkenu Egyesület, a Dunaföldvári Vöröskereszt, a Holleru NFC, a Sárga Pincés Gödör Egyesület, a Sárosdi Szkander Egyesület, a Valumi Íjász Egyesület, a Dunatúra Egyesület, a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Polgárőrség Dunaföldvár, Rendőrség Dunaföldvár és a Hagyományőrző Íjászok Egyesülete, ugye úgy biztosították a futásnál, a lőtéren a frissítőt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Nagyon jó ez a széles összefogás, mert ugye mindenkinek van feladata, és így sokkal színesebb és változatosabb programot tudunk csinálni. Hát köszönöm szépen még egyszer mindenkinek. Kiállítás nyílt a Fafaragó Galériában. Így járunk a Fafaragó Galériában, ahol a Fekete Kötény projekt megnyitója zajlik éppen. Mesélj kérlek, honnan jött az ötlet, az inspiráció, hogy ezt megszervezétek? Megyei múzeumi koordinátorként egy szakmai programon vettem részt Budapesten, ahol egy programot ismertettek nekünk, aminek a keretében a Moholy Nagy Művészeti Egyetem diákjai szólították meg a Mozgásjavító Intézet növendékeit, és az ő együttműködésükben valósult meg egy kiállítás, nem csak egy kiállítás, hanem egy egész projekt. Ott egy picit más volt a gondolat, mert a mozgásjavító diákjai számára terveztek használati tárgyakat, ruhákat, de a gyerekek is közreműködtek, és ők is alkottak, tehát ez egy együttműködés volt, és itt akkor fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy kicsit más logika mentén, de mi is meg tudnánk ezt a programot valósítani, és szólítottuk meg ennek keretében a helyi intézményeket, az általános iskolát, a gimnáziumot és a Levendula Művészeti Iskolát, hogy
hogy ők is alkossanak egy téma mentén, és ez a téma pedig adta magát az idei évben, hiszen a Kultúra napján mutattuk be Berzen a Gyilona lábuk nyomát elmosta a könyvét, illetve ennek az újrakiadását éltük meg, és azt gondoltuk, hogy ez lehetne az a téma, ami annyira földvári, és most annyira aktuális, hogy foglalkozzunk vele. És hát ennek a gondolatmenetnek a jegyében született meg a kiállítás. Hogyan fogadták ezek az intézmények a felkérést, milyen alkotások születtek? Én azt gondolom, hogy örömmel fogadták, és pozitívan, és mindenki elkezdett gondolkodni és dolgozni. Természetesen itt is voltak nehéz pillanatok, meg hullámvölgyek, mint minden alkotói folyamatban, de ezeken túllendültünk, és azt gondolom, hogy egy szép kiállítással tudjuk várni az érdeklődőket. Különböző technikákat használtak a gyerekek, illetve a fiatalok. A kézműves foglalkozásokban résztvevők, vagy a gimnáziumnak a rajzórán résztvevő gyerekek, illetve a rajzórák keretén kívül a délutánok során alkotó gyerekek fogalmazták meg a gondolataikat, és szeretném még megemlíteni, hogy a Levendula Művészeti Iskolának az felnőtt alkotó műhelye is megjelent itt néhány képpel, és az ő műveik is láthatók a kiállításban. Mikor született meg benned a gondolat, hogy egy ilyen kiállítást kellene létrehozni, és mennyi idő telt el az alkotói folyamatra számva? Hát igazából ez tavaly, valamikor tavasszal volt ez a konferencia, ahol én részt vettem, és aztán mire megfogalmazódott, mire megszólítottuk az iskolákat, a télen kapták meg a feladatot, és aztán alkottak így tavaszig. Ha most bemegyünk a galériába, van esetleg valamilyen rendezői elv, mi alapján helyeztétek el a tárgyakat? Igazából próbáltuk a regény cselekményét követni, hogyha bemennek a nézők a kiállításba, akkor először egy életképet láthatnak, ami még a nádi világot mutatja, hiszen a főszereplőnk, Nádas Jeremiás, egy olyan fiú, akit a törökök fogságba ejtettek az anyjával együtt, de mivel ő megbetegedett, őt ledobták a szekérről, és őt megtalálta egy Vasmátyás nevű ember, aki a lábban élt, és ott nevelt ezt a fiú. Tehát a regény nagy része erről ezt a történetet dolgozza föl, és majd csak a második felében jutunk el Földvárig, ugyanis ez a fiú keresi az édesanyját, és ennek a keresésnek a során jut el Földvárra, és kerül kapcsolatba az akkori földvári fiatalokkal, és ismerjük meg mi a fekete kötény legendáját és a törökkel való küzdelmet. Van esetleg valamilyen különleges tárgy, esetleg kiállítási darab, ami a te szívedhez közel áll? Hát természetesen van olyan, ami nagyon tetszik, de nem szeretném ezt most elárulni. Mindenki jöjjön el, nézze meg, és válassza ki a maga számára a legkedvesebbet. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy itt a kiállítás megnyitóján többen felléptek. Mesélj kérlek, hogyan találtátok ki, hogy kiket szerepeltettek? Az általános iskolát szólítottuk meg, és a Levendula Művészeti Iskolát közreműködőként, ők örömmel vállalták el a felkérést. Aktuális most az általános iskola megszólítása, hiszen hallhattuk itt a megnyitón is, hogy ez a kórus most nagyon szép eredményt ért el, és most nagyon szépen dolgoznak együtt, tehát örülünk neki, hogy mi is egy bemutatkozási lehetőséget tudtunk biztosítani számukra. A Levendula citerásait is hallhatta már a közönség, ők is versenyekre készülnek, és jó alkalom számukra egy újabb gyakorlás, ami most jelen esetben a mi kiállítás megnyitónk volt. Egy év telt el azóta, hogy ez megszületett benned, elégedett vagy, jól sikerült minden? Én azt gondolom, hogy igen, természetesen voltak nehéz pillanatok, és amikor egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy biztos jó ötlet volt-e, jó gondolat volt-e, de azt gondolom, hogy az összességét nézve elégedett lehetek. A tavalyi évben az Ördögszekér is feldolgozta, illetve újra feldolgozta a Mátka Tánc című előadásában szintén ezt a történetet. Esetleg ők előkerültek-e most a kiállítás megnyitója, a kiállítás kapcsán?
Igen, mindenképpen szerettük volna őket is megszólítani, hiszen ez a hogy velük kapcsolatban is aktuális ez a téma, és hát rengeteg fotó született az ő előadásukról, úgy gondoltuk, hogy ez remek alkalom, hogy ezekből a fotókból egy válogatást nyújtsunk a nézők elé, illetve nagyon szép jelmezek készültek ehhez az előadáshoz, és most ez egy újabb alkalom, hogy láthassa ezt a közönség. A jelmezek egy részét Suhajda Katalin varrónő készítette. A vízisportkör elnöke foglalta össze a tavalyi évüket. Itt a Dunaparton beszélgetünk a Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület elnökével, Süveges Józseffel. Nem véletlenül választottuk ezt a helyszínt, hiszen csodálatos a panoráma, mögöttünk a Duna látszik, itt pedig a Stefánia hajótok. Elnök úr, megkérlek, hogy foglal össze az elmúlt esztendő néhány fontosabb eseményét, hogy telt az elmúlt év számotokra? Hát a 2022-es esztendő az most már úgymond egy kicsit szabad volt, elmúltak a Covid korlátozások, és ezáltal teljes létszámmal működött az Egyesület. Teljes kapacitással tudtuk kiszolgálni az érkező, a saját csónakainkat és az érkező vendégeket. Úgyhogy elég szép számmal voltak az idei évben, vagyis a 2022-es évben már hazaiak és külföldi vendéghajósok is. Mik voltak a fontosabb események az év során? Hát mi május 1-én nyitunk, és akkor egész október 31-ig, akkor van a főszezon. Utána már csak a vérbeli horgászok vannak, akik télen is ugye kikijárnak horgászni. Tehát május 1-től ugye, ahogy megnyitottunk, onnétól kezdve folyamatosan jöttek a saját programunk, amit szerveztünk, hát május 1-je úgy kezdtünk, akkor utána Dunatúra, tehát van egy aldunatúránk, ami a Bajai Halászléfőző versenyhez kapcsolódik, az július 2. szombatja, illetve az északi túra, az pedig Visegrádtól indul, és egészen idáig jön. Kettő ilyen nagyot szervezünk, az idénre is hasonlóképpen van, valamint a társ klubok, főleg itt a Viking Yacht Club, ami budapesti székhelyű, és az országnak az egyik legnagyobb vízisportkörű, úgymond egyesülete, ők szerveznek ide egy olyan megállós túrát, ami Dunaföld, tehát indulnak Budapestre, mondjuk Bajáig vagy Mohácsig, és Dunaföldváron állnak meg, és akkor itt ilyennek, illetve itt a parton ugye egy nagyon finom halászlét halászcsárdába elfogyasztanak. Május 1-e a szezonkezdés számotokra, egyben azt jelenti, hogy előtte azért a hajót átnézitek, vizsgáljátok, javítgatjátok. Most nagyon szépnek tűnik, de egy vízi létesítményen mindig van valami tennivaló, hiszen most is festeget valaki a háttérbe. Ez így van, ahogy az időjárás engedi, a fagyok elmúltak, akkor újra üzembe helyezzük, és akkor hát vannak egyének, akik egy kis brigádok 2-3 fővel, illetve most május első hétvégén szervezünk egy társadalmi munkát, ahol a takarítás, festés, és a nyár közepén is lesz majd egy hasonló. Tehát amit összekapcsolunk itt a Dunapartunknak a szép tételéhez, tehát ami gaztalanítás, gyomtalanítás, takarítás, hogy azért tényleg méltó legyen az egész Dunapart ahhoz, hogy ide vendégek jöjjenek. Nagyobb beruházást, felújítást nem terveztek az idén? Hát az idejében a pontonoknak jár le a műszaki vizsgája, az egy elég nagy feladat lesz, majd azt ősszel, mikor véget ér a szezon, akkor kell, mert most már az előírások ugye, hogy ki kell partra őket vontatni, és ott ultrahangos méréseket végeznek, tehát nem elég a vízben csak átnézni az úszólétesítményeket. Hát ez az egyik nagy feladat, a másik az pedig, van egy pályázat, amit a Dunaföldvári Önkormányzat természetesen mentorként készített el, és úgy tudom, hogy most május közepén lesz beadva. Hát ez egy kikötő fejlesztés, mert el kell mondani, hogy a kapacitásunkat elértük a 100%-ot, tehát már több hajót nem tudunk fogadni, az idei év is teltház, de viszont igény az van rá. Nagyon nagy az igény, és sajnos ez a legrosszabb, amikor azt kell mondani, hogy nem tudjuk fogadni. És a csónakosoknak is nyilván, mert a környéken nagyon nem lehet máshol kikötést ilyen jó helyen és ilyen biztonságosan megvalósítani. Szomorú esemény volt számotokra a múlt év során, Fekete Gábor halála, gondok halála. Kezdődik a szezon, gondolom a pótlásáról gondoskodnotok kell előbb-utóbb. Hát próbáljuk, igaz, hogy ilyen a Gábort, aki szívvel, lélekkel, meg a vizen, úgymond már fiatal korában itt nőtt föl,
és kapcsolódott hozzá, mert már a legelső úszájon is volt gondok. Nehéz lesz, de folyamatban van, és ha minden igaz, akkor talán napokon belül ki tudunk választani majd egy hasonló kaliberű gondokot. A fejedben már összeállt az idei program, az idei nyár programja nagy vonalakban? Hát nagy vonalakban már úgy kezd összeállni. Ahogy említettem, hogy május első hétvégén lesz egy nagy társadalmi munka, ami ilyen hajó áthelyezések vagy pontonok áthelyezése, akkor itt a Dunapartnak a rendbetétele, akkor azok a vizitúrák, amiket tavaly is voltak, tehát az Aldunára, a Földunára, hát és a legnagyobb program ugye az augusztus 20-a, az egy kiemelt, arra nagyon készülünk, hogy hát a vízállás, ha jó lesz tavaly is, többféle produkciót akartunk csinálni, de a vízállás annyira alacsony volt, hogy nem tette lehetővé. De az idejében, hogyha ilyen marad a víz, akkor egy nagyon látványos vízi sót fogunk bemutatni. Lehet, hogy értesültél arról, hogy idén városunk két rangos országos vizitúra találkozónak is helyt ad. Ez valahol titeket is érint, hiszen nyilván nagyon sokan megállnak, vagy megnézik a hajót. Természetesen várjuk és tudunk is róla. Hát nyilván, hogy ide könnyebb a kikötés, ugye, mert tehát a pontonok, illetve a partszakasznak is ki van alakítva itt mellettünk, hogy fel lehet hozni a kenukat, kajakokat. A másik pedig van wifi lehetőség, ugye bent a hajón most már kiépítettük, azon kívül ivóvízzel tudjuk kiszolgálni itt a partnereket, túrázókat, valamint áramvételi lehetőséggel is. Ma esti adásunkat bármikor megtekinthetik online felületeinken, ismétléssel pedig pénteken este 8 órakor, valamint vasárnap délelőtt 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!